Aki követi a tákólag sorozatot, esetleg emlékezhet rá, hogy találtam a sok limlom között egy karácsonyfa égősort. Ezt akkor gondosan elcsomagoltam egy zacskóba, és mostanáig várt arra, hogy előkerüljön, és újra visszanyerje eredeti fényét. A CDK Sales egy olyan weboldal, mely többek között hivatalos Microsoft kulcsokat is forgalmaz. Emellett játékkulcsokat is találunk itt Steam, Origin vagy Uplayhez, de akár egyéb PC játékhoz is. Sőt, még PS és Xbox előfizetést is. De lássunk egy példát. Szükségünk van mondjuk egy Windows 10 kulcsra. Rá is kereshetünk a webshopban, de biztosan feltűnt már, hogy a videó leírásában promóciós linkek vannak. Ezek közül rákattintva mondjuk a Windows 10 Pro OEM linkjére már is egy webshopba jutunk, ahol mindig valamilyen akció van, így veszek is egy kulcsot. És használom hozzá a WR25 kuponkódot, mely bár nem logikus, de 25 helyett 30%-at lefarag a vételárból. A megrendelésre kattintok, majd a tucatnyi fizetési mód közül a PayPal-t választom. A sikeres fizetés után néhány másodperccel pedig már is elérhetővé válik a kulcs, melyet másolva és beillesztve a megfelelő helyre, már is aktiváltam az oprendszerem. És ahogy ezt a teleshopban szokták mondani, ez még mind semmi. Mivel az ezzel a kulccsal aktivált Windows 10 operációs rendszer, amennyiben a számítógépünk megfelel a Windows 11 követelményeinek, frissíthető rá, méghozzá teljesen ingyen. Feltételezem a legtöbben egy laza mozdulattal hajítanák be a kukába, ami részben érthető is, hiszen eléggé lehangoló látvány, csupa piszok, rozsda, sőt még hiányos is. De én adok neki még egy esélyt. Elsőként leműtöm erről a tartó alkalmatosságról, hát ha kiderül valami abból, ami az egérpiszok alatt rejlik. Egy kis maradék hímzőfonal, a tartó pedig egy méhészeti folyóirat méghozzá 84 decemberéből. Ha nem decemberi lap lenne, azt mondanám, csak fogtak egy régi újságot és rácsiptették, de így gyanítom, hogy ennek az izzó sornak 1984 óta ez a tartója. Viszont arról, hogy mikori gyártású lehet, sejtelmem sincs. A dugvilla vélhetőleg utólagos fejlesztés lehet. A kapcsoló lehet gyári, de szerintem ezeket a no enélkül készítették. Ami még a korát illeti, ez a régebbi fémcsipeszes, bakelit foglalatos fajta, de még így sem tudom pontosan belőni, hogy mikor gyárthatták. Elsőként gondoltam, felmérem, mekkora a kár. Van itt hiányzó izzó, valami javításszerű, de mint minden fényfüzér esetén, itt is a bogozással kell kezdeni. Mivel ez egy füzér, vagyis sorban vannak az izzók, így legjobbnak láttam felcsiptetgetni őket, így már is fény derült arra, hogy a szikszalagos javítás vélhetőleg egy kivágott izzó helye. Így pedig 15 izzós, az egyébként 16 izzós füzér. A legtörékenyebb alkatrészei az égők, így elsőként ezektől szabadítom meg. Ezek az E10-es foglalatú 14 voltos, 3 wattos izzók, és van egy, ami kilóg a sorból, ez egy 5 wattos példány. A villásdugó egyértelműen későbbi, és valamiért rozsdás az egyik csavarja. Ami valamiféle melegedésre utalhat, vagy nem újan szerelték rá erre a fényfüzérre, és akkor gyakorlatilag bármi lehet. A kapcsoló az egyik kedvenc fajtám, örök élet plusz 2 nap típusú, sajnos már nem gyártják őket, de szerencsére ez remek állapotban van. A csipeszes foglalatokon egyértelműen látszik, hogy nem a mai világ terméke, sima, egyenes hornyú csavar, csavarozó luk, egyszerűen egy szétszedhető és javítható termék. A köpenyből kivehető az E10-es foglalat, mely ez esetben úgy látom egy páka nélkül javított darab. Szép sorban szétszedtem mindent alkotó elemeire. A foglalatok forrasztással könnyedén levehetőek, majd később újra összeszerelhetőek. Miután szépen szétcsoportosítva darabokban volt az egész, jöhetett a tisztítás. Kezdve az izzókkal, amint csak átszaladtam nedves törlőkendővel. Azt szerintem egyértelműen kijelenthetem, hogy vagy nagyon szerették a piros színt, vagy csak ilyen pótégőt kaptak, a kék meg valahogy becsúszott. Sajnos tisztítás közben rábukkantam még egy hibás izzóra, és bár lehet, hogy ez még világítana, de nem használható. A foglalat perselyeinek tisztításához legjobbnak az ultrahangos mosót találtam, és a tiszta vizet. Néhány perccel később pedig már is tiszták. Jöhetett a csipeszfürdő, elsőként mosogatószeres vízben, ebben megúsztattam a foglalatokat is. Pár perc elteltével a víz piszkos, az alkatrészek meg nem. Így jöhetett még egy kör, ezúttal ecetes vízben. Ez amellett, hogy tisztít, enyhe rozsdaoldóként is működik, ami a víz színén is látszik.
Hasonló ecetes fürdőben megúsztattam a foglalatokat is, melyeket szinte fémtisztára takarított. Ezt követték a csavarok ugyanebbe a lébe, közben a foglalatokat tiszta vízzel lemostam, mivel a maradék ecet miatt gyorsabban oxidálódna. A gyorsabb szárításhoz pedig nap hiányában jó szolgálatot tesz a rerni. Majd miután megszáradt, kontaktsprével átfutottam rajta, így hosszú távon is oxidmentes marad. A csipeszek ugyan tisztábbak lettek, de a festésük nincs a legjobb kondícióban. Szerencsére ez is egy tovább bontható dolog, így ki kellett belőle kapni a pecket, és már is darabjaira hullik. A belsejében egy rugó lapul, mely szerencsére jó állapotú, még a két csipesz fél azért igényel egy kis törődést. Miután mindegyik csipesz két fele, vagyis felei, szép katonás rendben sorakoztak, el kellett távolítani a festéket. Festék eltávolítón pont nincs itthon, de szerencsére a lefolyó tisztító is megteszi a hatását. Ki is kevertem egy fél tasakot, némi meleg vízzel, természetesen gumikesztyűben, csak ez az extra vékony fajta. Speckó. Svájci. És mindehhez egy fakis villát használtam, mert ugye a műanyag már nem menő dolog, viszont ezt meg megeszi a lefolyó tisztító. No de nem baj. Ebbe a lébe mehettek a csipeszek, és biztos, ami ziher, még egy kicsit meghintettem a tetejét, hadd marja, és békén hagytam egy éjszakára. Másnap reggelre a szer megtette hatását, és egyértelműen leoldódott róla valami. De ez csak fellazította a festéket, az eltávolításához jöhet ismét az ultrahangos mosó, ecetes vízzel, mivel jó lenne a lugos oldattól is megszabadulni, ami mellesleg ezek után a lefolyó tisztítására még mindig hasznos lehet, ha beleöntjük. Már így is egyértelműen kevesebb rajta a festék, de egy mosás után már szinte teljesen tiszta. Ezután jöhetett egy lemosás meleg vízzel, és mehetett száradni. Így már szinte nyoma sincs az ődnek, de mivel csak szinte, hasznos lehet egy drótkefe, amit a kefeshop.hu-tól kaptam. Egy kis sikimiki ezzel, és már tényleg fémtiszta. Közben a rugók is fürdőztek egyet az ecetes vízben, majd ezeknek is egy kicsit megvakargattam a hátát, így újra használatra készek. A csipeszeken festék már nincs, de a lúgos és ecetes fürdők gyorsítják a rozsdásodási folyamatot, így egy kis rozsda átalakítóban megmerítettem őket. Amíg hatott a szer, szenteltem egy kis figyelmet a vezetékeknek is. Nedves törlőkendővel megtöröltem őket, közben mindegyiket átvizsgáltam sérülések után kutatva, melyekből volt is néhány. Hogy ezt a csipeszek okozták-e, vagy egérrágás, azt nem tudom, néhányon csak felületi a sérülés, ez még nem életveszélyes, de akadt olyan is, ahol konkrétan kikukkantott a réz. Ez pedig egyértelműen cserére szorul. A dugvillás kábelvégnél a kor zsugorcsövét láthatjuk, egy darabka műanyag cső vagy maradék vezeték burkolat, de a célnak tökéletesen megfelel. Szerencsére ezek a hosszú vezetékek épek, így nem kell cserélni őket. A dugvilla jó állapotú, és ha jól látom, akkor 280 forint volt az ára, azt hiszem ezt sem most vették, de egy tisztítás erre is ráfér. Darabjaira bontottam, és jöhetett a kapcsoló. Ennek még minden részét csavar rögzíti, így probléma nélkül szétbontható, és ez még szinte gyári állapotú, hiszen karácsonytól vízkeresztig 20 éven át, napi 2-3 kapcsolás, az még mindig kevesebb, mint 1000. Egyedül a csavart rögzítő, nevezzük alátétnek, vannak rásülve, így a csavarok nem jönnek ki a helyükről. De ez nem baj, mehetnek fürdeni. Közben elkészült a rozsdamarás, csak most meg a marószert kell eltávolítani róla, de egy mosás és már tényleg kész. Mosás után már kijött a kapcsoló maradék két csavarja is, mely egy kicsit rozsdás, így ezt is megtisztítottam. Majd száradás után jöhet az összeszerelés. Előbb a kapcsolóé, majd a teljes füzéré. Drótból ugyebár vannak hibásak, zöld színűvel zsugor csövezni nem lenne olyan szép megoldás. Még szerencse, hogy egyszer régen az Ócska piacon vettem egy tekercs zöld vezetéket, ami egy kicsit eltérő zöld, de szerintem a célnak megfelel. Egy másik lényeges része az izzósornak az izzó, amiből eleve hiánnyal indulok, és a pótégő se az igazi. Pótégőt ilyen kivitelben már nem lehet kapni, feszültségét tekintve még esetleg, de szinte aranyáron. Viszont ha az ember körülnéz az Ócska piacon, rábukkanhat kincsekre sok évvel ezelőttről, így ez az égő probléma is megoldódott. De van más gond is. Ezek 14 voltos és 3 wattos izzók. Napjainkban a hálózat többnyire 230 voltos, ezt elosztva 15 izzóval, ami a füzérbe kell, egy kicsit nagy lenne az izzónkéti feszültség, ami jelentős élettartam csökkenést eredményezne. De ugyebár egyet kivágtak belőle, szóval 230 osztva 16-tal, az már közelít, de még mindig magas. És mivel nem kapható, egy-egy izzó szinte kincsnek számít, így nem kéne kiégetni őket. 17-tel már jobb a helyzet, de ugyebár párosan szép az élet, így amondó vagyok, hogy 18 égő legyen, ami már bőven jónak mondható. A kérdés már csak a fényerő.
Forrasztottam két vezetéket egy foglalatra, és egy táppal kipróbáltam, 12,7 voltnál még bőven jó a fényereje, így 2,5 watt teljesítménnyel üzemel. Kicsit feljebb tekerve 14 volt tájékára, nyilván erősebben világít, de annyira nem jelentős, amennyit veszítene az élettartamából. Szóval marad a 18 darab. Mivel nem újak az izzók és van belőlük elég, így mindnek megmértem az ellenállását, és az egymáshoz közeli értékeket válogattam ki. Amit érdemes is volt megtenni, mivel a java része az 5,5 ómos, ám volt néhány, amely 6. Ezek foglalata sem réz, hanem ezüst színű volt, gondolom egy másik kor terméke lehet, pedig mindegyik tungsram. Ami pedig az 5 wattosat illeti, az sem a sorba való, az újonnan vásárolt 34 volt 3 wattos, meg pláne nem, mivel sorba kötve sokat számít az egyes elemek ellenállása. Ha eltér, vagy az adott izzó purcan ki, vagy pedig a leggyengébb láncszem a sorban. Az izzók már megvannak, kell még néhány foglalat. Szerencsére az E10-es foglalat nem egy ritka dolog, Kínából is filléres tétel, de nekem van korabeli bontott, így ezeket használom. És innét jön a rázós terep, mivel foglalat persejből vagy foglalat burkolatból is hiány van. És ilyen nem sajnos nincs a fiókban, sőt, ezzel egy másik gond is van, hogy akkoriban a biztonságot még egy kicsit lazábban vették, és eléggé hozzáférhető ez a rész, amin közel hálózati feszültség van jelen, és ha odafittyen a csillagszóró drótja, akkor azért lehetnek gondok. Szóval ezen mindenképpen módosítani kell, így elkészítettem a 3D modelljét, majd kinyomtattam. Mivel pont a gyantás nyomtató tesztelődött, így ezen készítettem el. Természetesen a gallért 4 mm-rel megnyújtottam, így jobban takarja az izzó tövét. Formailag igyekeztem a lehető leghasonlóbbra készíteni, és bár ez a zöld szín is illik hozzá, mégiscsak feketére festve lesz a leginkább olyan, mint a régi. Ezzel a foglalat is pipa. Kell még rugó. Hajlítani is lehetne megfelelő drótból, de inkább körülnéztem, hát ha akad valami hasonló. Találtam itthon ilyen mini csipeszeket, ezek rugója esélyes volt, pici módosítással megfelelő lett volna, de néha hasznos, ha az ember minden nyavaját eltesz, mert valahonnét voltak pont ilyen rugóim, ami majdnem olyan, mint az eredeti. És a legkeményebb diót hagytam utoljára, a csipeszt. Mert ez vaslemezből stancolt, hajlított dolog, mely gyorsan gyártható, de igen nehezen reprodukálható itthon. Elkészítettem ennek is a 3D modelljét, és kinyomtattam, ami lehet, hogy jó is lenne, és azonos színre festve lehet, hogy beleolvadna a többi közé, de úgy éreztem, hogy ezt félreteszem B opciónak, és megkísérelem a fémmegmunkálást. Elsőként kellett egy kivágandó forma. Így hát körbe rajzoltam volna, de persze, hogy ilyenkor fogy ki a hegy, sőt, még egy dugulás is volt a ceruzában, így egy kicsit nehezen indult a dolog, de végül csak körbe tudtam rajzolni. Kiegyenesíteni nem szerettem volna, így kicsit bonyolultabb volt végig hengergetni, de csak meglett a forma. Miután ezt a papírról vektorrajzzá alakítottam, megkíséreltem a lézervágást. Mindig elmondom, hogy egy adott gravírozó nem fémvágására való, de mivel kört sikerült vele vágnom, gondoltam, hátha. Természetesen a hő hatására össze-vissza görbült a lap, így nyilván nem sikerült. Gondoltam, lecsavarozom egy alátétre, de a hőtágulás fenemód erős dolog, így elengedtem ezt a dolgot. Inkább egy másik lemezre rágravíroztam a mintát, a kivágást pedig egy másik módszerrel végzem el, a jó öreg lemezollóval. És bár ez mindössze egy 0,4-es lemez, azért nem éppen úgy ment, mintha papír lenne. Nagy segítség volt viszont, hogy a gravírozás miatt mindkét oldalon látható volt a minta, így nem csak az egyik oldalról tudtam dolgozni. Most pedig karácsonyi zenék kíséretében nézhetnétek, ahogy néhány órán át kínlódok a csipeszek elkészítésével, de szerintem ugorjunk. A lényeg, hogy végigmentem az ollóval a vonalon, és szintén a gravírozásnak köszönhetően a vonalak mentén egyébként törhető is az anyag. Majd miután már hasonló volt az alakja, egy kicsit megreszelgettem ott, ahol nem olyanra sikerült, ami erre kellett volna. A kamera előtt készült példányon azért van némi túlszaladás és hiba, de készült belőle tartalék is. A két nagy lyukat lépcsős fúróval kifúrtam, még lemez állapotában, de a két pici lyukhoz inkább a lyukasztást választottam. Már csak a hajlítás maradt, melyhez sablonnak a régi csipesz pont megfelelő. Majd amikor már nagyjából úgy nézett ki, jöhetett a finom igazgatás. Miután pedig elkészült, nem mondom, hogy pont olyan, mint a gyári, de azért nem is áll tőle olyan nagyon távol. Mivel ezen is ki tudja, milyen bevonat van, és a szélei is oxidálódtak a gravírozás miatt, egy kis rozsda átalakítós fürdőbe dobtam őket. Ez teljesen le is tisztította, majd egy acetonos zsírtalanítás után jöhetett a festés. Elsőként egy réteg alapfestékkel, és ha már alapoztam, lefújtam a foglalatok burkolatát is. Amíg ez száradt, újra lehetett az égőkkel foglalkozni. Melyeknél megjelöltem azokat, melyek ellenállása kilóg a sorból, igaz csak egy hajszállal.
Az izzók színüket tekintve eléggé vegyesen vannak, és hát a 40 év szolgálat is látható a festésén, ami itt-ott egy kicsit már kopott. Ez pedig így nem maradhat. Mivel ezek kívülről festett izzók, acetonnal nyomtalanul eltüntethető róluk a festék. Persze nem a körömlakhoz használatossal próbálkoztam, inkább az ipari fajtával, de egy kis takarítgatás után már meg se lehet mondani, hogy melyik milyen színű volt. Ha a mai trendeket és a feleségem véleményét követném, akkor így natúran maradna, de ennek a fényfüzérnek nem a modern kinézet a lényege, így hosszas keresgélés után találtam olyan üvegfestéket, ami bírja az ilyen kicsit magas hőmérsékletet, és még volt is megfelelő színben. Készítettem hozzá speckó festőállványt, és elkezdtem felvinni a színt. Elsőre úgy tűnt, hogy ebből semmi jó nem lesz, egyébként is anno ezeket mártották, nem ecsettel pamacsolgatták, de azért sorba kentem a színeket, hát ha jó lesz a vége alapon. A kéknél már tetszetősebb lett az eredmény, viszont a zöld esetén félve kezdtem el kenni, mivel amikor keresgéltem a színt, akkor csak nagyon rikító zöld, és az a sötét zöld volt. És hát egy rétegben felkenve nem pont olyan zöld, amilyennek elképzeltem. De a sárga egyből jobb kedvre derített, mert ez a napsárga fantázia nevű festék pont olyan sárga, amilyennek elképzeltem az izzót. Második rétegben a cseresznyepiros is kezdett jobban festeni és egységesebben takarni. Az ultramarin kék ugyan nem pont olyan, mint az eredeti szín volt, de kimondottan szép színnek tartom. Második rétegben a zöld is kezdett kialakulni, és olyan fenyőfa színe lett. Még a sárga olyan napsütötte mézre emlékeztet. Eközben a többi alkatrész is megkapta a zöld réteget, és már a száradási idő is letelt. Így színre fújva elsőre meg se látszik, hogy melyik csipesz a gyári, és melyik készült utólag. Egyedül talán csak a lyukak árulkodnak róla. Jöhetett az összeszerelés, mert a csipeszgyári dolgozóknak biztosan volt valami praktikájuk, de én elszórakoztam vele egy ideig, viszont végül csak elkészültek. Kettő tengely vagy összetartó pecek nem volt használható, így drótból került bele egy darabka, a végét pedig ellapítottam, így olyan akárcsak a gyári. És akkor itt a két csipesz, a gyári és a saját gyártmány. Lehet, hogy egy picit eltérő a kettő, de a 3D nyomtatottnál csak szebb. De ha nem is szebb, tartósabb, az egészen biztos. Mivel ezekben vékonyabb lett a pecek, így nem a lapítást, hanem az elhajlítást választottam, de szerintem ez nem egy feltűnő dolog. Ugyanúgy, ahogy szerintem az sem egy jelentős eltérés, hogy a régi bakelit rész fényes volt, még a mostani egy kissé matt. Jöhetett végre a füzér felfűzése. Két vezeték rá a foglalatra, majd ez bele a burkolatba, és ha jól modelleztem, akkor még bele is cuppan a helyére. Jöhet a csipeszen való átfűzés, majd végül egy csavar tartja össze az egészet. Egy kész is, maradt még 17. Először minden másodikat készítettem el két vezetékkel, majd ezeket kötöttem össze egy-egy köztes foglalattal. Itt már megborult a műveleti sorrend, ugyanis előbb a csipesz, aztán a kupak és végül a foglalat. És igazából semmi jelentősége nincs, de azért ügyeltem arra, hogy az előző foglalat széle a következő közepéhez csatlakozzon, mert mégiscsak legyen valami rend. Az első és az utolsó izzó a hosszú vezetékekhez csatlakozik, hiszen itt kapja meg a tápellátást. Közben mindegyiket egy kartonra csiptettem, hogy legalább az első használat előtt ne kelljen már bogozni. Felszereltem a kapcsolót is, és mivel ez nem tömör részvezeték, ezért kellett volna rá érvékhüvely, de most képzeljük magunkat egy kicsit a 80-as évekbe. Megsodortam, és mehetett a csavar alá. A daráló is működött így legalább 20 évig, ennél se lesz baj. A másik vezeték is megszakítás nélkül áthalad a kapcsolón, és ez már a célegyenes. A kapcsolótól a dugviláig sodorva volt a vezeték, ennek is megvan a maga trükkje, hogy úgy is maradjon. Nem csak össze kell tekerni a két drótot, hanem magát a szálat is csavarni kell tekerés közben, így azáltal, hogy mindkét szálat azonos irányban csavarjuk, a fő csavarodás szinte magától kialakul, és ami a lényeg, hogy úgy is marad. A végére egy kis darabka zsugorcsövet tettem, és mehetett is bele a dugvillába. Ebből a gyári, feltételezem, valami ilyesmi lehetett, ezek voltak anno a földelés nélküli csatlakozók, lényegében két rút, hogy ne a drótot dugjuk be a konnektorba. Ma már ezek nem szabványosak, és egyébként fizikailag sem tudjuk beleerőszakolni a konnektorba, így marad a sukó típusú, ami volt is rajta. Szintén 80-as évek, vezeték megsodor, be a csavar alá, csavar meghúz és kész. Annyit azért megtettem, hogy letisztítottam a rozsdás csavart, és felcseréltem a földelés csavarjával, hiszen ez esetben a földelés úgy sincs használatban. Jöhettek végre a korona ékszerek, az újra festett izzók. Az első és utolsó maradt natúr festetlen, még a többi színből 4-4 készült. Az elrendezésre a véletlenszerű is jó lehet, bár szerintem azt a legnehezebb dolog megcsinálni, így inkább a sorba rendezett módot választottam, ami igazából a fán úgysem lesz észrevehető.
és végre jöhet az első felkapcsolás. Szerencsére mind világít, és egyből a múltba repíti vissza az embert az ízószál, nem utolsó sorban pedig szerintem a színek is jól sikerültek. Ám ezzel még nincs vége, mivel a méhész szaklapot nem óhajdon felújítani, és valamiben azért tárolni kéne, így kell neki egy doboz, ami mappából fog készülni, mivel akkoriban ez a fajta karton eléggé elterjedt dobozanyag volt. Sajnos ezen vannak hajtások és törések, de ha több réteg kerül egymásra, akkor merevebb is lesz, és a felülete is kisimul. Papírragasztóval került egy téglalap az aljára, ez lesz a doboz alja, és egyben a mérete is. Szerencsére nem kell magasnak lennie, így a maradék anyag kiadja a doboz oldalait. A hajtásokhoz pedig célszerű megkarcolni az anyagot, de magát a dobozt nem kell túl gondolni. Akkoriban ez gyorsabb volt, csak tűzőkapocsal összefogatni, de én ez esetben most inkább maradok a ragasztónál. Hogy merevebb legyen, egy-egy csík karton kerül belülről az oldalaiba, ezáltal már is egységes a belseje. A külsejére, ami így szerintem túl fehér, egy másik megoldást találtam ki. Van néhány írógép papírom, legalább 30 évvel ezelőttről, és ezen lehet, hogy kamerán keresztül nem látszik, de pont az a kis és sárgás papír, amire nekem most szükségem van. Ezzel gondosan beborítottam az oldalait, majd végül az alját is. A felesleget pedig egyszerűen levágtam. Jobb lett volna akkora anyagból dolgozni, ami egyben kiadja ezt a dobozt, de hát ekkora volt. A végeredményen igaz, hogy egy kicsit látszik az alapanyag hajtásának a nyoma, de szerintem eléggé korhűre sikerült. Közben ugyanezzel a módszerrel elkészítettem a doboz tetejét is, csak értelemszerűen egy picivel nagyobbra. A tetejére pedig egyszerűen kinyomtattam a mintát, ahogy az oldalaira is. De fontos az újrahasznosítás, így használt papírra, melynek tartalmából megtudtam, hogy 90-ben írták rá a dolgokat, szóval majdnem korabeli. A doboz dizájnján sokat gondolkodtam, mert a Google nem igazán volt a barátom, és fogalmam sincs, hogy annak idején ezeket milyen dobozban árulhatták, de ezt az alapvetően egyszínnel nyomtatott, nem túl bonyolított mintát hozzáillőnek éreztem, és bár 270 volt szerepel rajta, így gyanítom, hogy 90-es évekbeli lehet, de engedjük el az évszámokat, mivel kicsit az is fontos, hogy a végeredmény szép legyen. Mellesleg érdekesség, hogy a tetején a felirat betűtípusa, Carousel betűtípus, ami egy 35 dollárba kerülő betűstílus. De stílusos, az kétségtelen. Miután körben le lett burkolva a doboz, már a megszólalásig olyan, mintha a nagyszüleim szekrényéből túrtam volna elő. Emlékeim szerint az ilyen régi nyomtatott dolgokon valahogy mindig kicsit csálén állt a minta, ezért hagytam én is itt-ott ilyen fehér széleket. De a doboz önmagában nem elég, mert nem akarom csak úgy belehányni a füzért. Így egy tartót is szerettem volna bele. És ugyan törtem rajta a fejem egy jó ideig, de végül meglett a tökéletes forma. Az alapanyag továbbra is mappa. Ám itt a hajtásokat inkább felhasználom, ahelyett, hogy leplezni próbálnám. Mivel ennek a kartonnak alapvetően semmi tartása nincs, így itt is több réteggel vastagítottam. De mivel hajlítani is kell utána, az éleket kihagytam. Ezekben a sávokban lehetett megkarcolni, majd utána könnyedén hajtani. Egy kis rész még kellett az aljába, és egészen biztos vagyok benne, hogy egy kissé túlgondoltam a dobozt, de ez nem sorozatgyártásra készül, így nem baj.